Több mint fél évtizedes hagyományra nyúlik vissza a nyugdíjasok találkozója, melyet eleinte évente egyszer szerveztek meg, azonban a nagy érdeklődésnek köszönhetően ez már 4 alkalomra bővült. A vendégek a programok mellett a komplexum szolgáltatásait is igénybe vehették. Ugye nagyon fontos az egészségmegőrzés, a prevenció, illetve természetesen a gyógyulás is. Ugye a fürdőben is adott a marosi gyógyiszap, illetve a makói gyógyvíz, és ugye szerettük volna ezt szűrővizsgálatokkal is kiegészíteni. Az egyik állandó partnerünk a Magyar Vöröskeresztük, eljöttek hozzánk, és alapszűréseket végeztek, így például vérnyomásmérést, vércukorszinthez kötődő kockázatelemzést, testzsírszázalékot néztek, és újdonságként két vállalkozó is csatlakozott, az egyiküknél a Bémer terápiával ismerkedhettek meg, a másik helyszínen pedig hallásvizsgálatban volt része a hozzánk érkező vendégeknek. Továbbá a zenéről sem feledkeztek meg a szervezők. A délelőtt folyamán DJ Molnár László gondoskodott a jó hangulatról, délután pedig Szilágyi Anna Mária és Kiszeli Zoltán színész énekesek jól ismert örök slágerekkel örvendeztették meg a nyugdíjasokat. Ez minden korosztály számára nagyon élvezetes tud lenni, és hál' Istennek ez jól sikerült itt most a nyugdíjas közönség. Nagyon szerette, nagyon sokat énekeltek velünk, és ez fontos, mert ez szerintem egy óra gyógyító hatással volt rájuk. Lehet, hogy többet ért, mint egy kezelés, én azt gondolom, és ez nekünk ugyanúgy gyógyító hatásunk. Igyekeztünk slágereket, musical részleteket, kuplékat, de leginkább a klasszikus nagyoperettek slágereit, ami ennek a korosztálynak talán a legkedvesebb, és azokból is a legismertebbeket, meg a legkedveltebbeket. A visszatérő vendégek mellett érkeztek új nyugdíjas csoportok is, akik örömmel osztották meg élményeiket televíziónkkal. Végig jártuk itt a medencéket, a gyógymedencéket, voltam én például masszázson is, az is nagyon jó volt, és hát ma itt rengeteg egészségügyi dolgot próbálhattunk ki, ami nagyon tetszett nekünk. Gazdag a program. Kellemes a víz is, meg gondolom az épület is gyönyörű. Voltunk már egyszer itt, és most vagyunk másodszor, és nagyon barátságos minden, gondolom, nagyon, nagyon tetszik. Ezen a hétvégén szombaton ismét színes programokkal várja a komplexum a fürdőzőket, majd májusban pedig egy újabb nyugdíjas találkozóra kerül sor. Az eseményről készült hosszabb összeállításunkat mai Társalgó című színes kulturális magazinunkban tekinthetik meg.